Március 30-a van a Zalánok névnapja. Boldog névnapot kívánok nekik. Gyurcsány Ferenc, a mi első vendégünk. Jó reggelt önöknek is és önnek is. Jó reggelt. Mi mindig hiszi, hogy jövőre előrehozott választások lesznek? Hát most már azt sem zárnak ők idén. Hát mondja komolyan. Igen? Hát nézzel, hát nincsen lassan olyan nap, hogy ne lenne valamilyen botrány. Olyan messze érnek el ezeknek most a botrányoknak a hullávai, hogy az, hogy megrodjanja egy hatalom, ettől nem vagyunk elméletileg nagyon messze. Szóval bekövetkezhet, azt gondolom. Vannak itt napi hírek a Questor vezér és két társának előzetes letartóztatásától kezdve a debreceni tüntetésig, ahol a Questor vezért és Orbán Viktort egy transzparensen emlegették a tüntetők. Összeér a politika és a gazdaság szükségszerűen úgy, ahogy azt Lázár János tegnap az Indexnek nyilatkozta, hogy ebben semmi meglepő nincsen? Abban van meglepő, én szerintem, hogy ilyen szoros kapcsolat legyen egy politikai vezetés és a gazdaság egyik szereplője között. Nem én magában a futballról beszélek, ami egyébként nálunk tele van politikával, arról is. Hát szemmel láthatólag a külügyminiszter az ezer szálon üzleti kapcsolatot ápolt Tarsó Csabával, a mögötte lévő kereskedőházakkal, egyengedte a pályafutását. Én azt gondolom, hogy ez nem jó egyébként. Tehát engem sok mindenért szoktak kritizálni, de azért például soha nem, hogy én végtelenül komoly meggyőződéssel kifejezetten távolságot tartottam a nagy gazdasági szereplőktől, nem jártam velük össze, nem kerestem az ő bizalmukat, nem vacsoráztam, elhárítottam mindenfajta személyes meghívást. Nincs ez jól, akarva akaratlanul az ember, hogy előbb-utóbb nem lesz a saját döntéseinek az ura. Én nem szeretem, hogy ilyen oligarchikus hatalmi viszonyok jönnek létre. Érdemes-e a DK-nak mondjuk Polt Péter családi ügyeivel foglalkoznia pontosan ennek a Questor ügynek a kapcsán? Ugye itt most előkerültek családi szálak, Polt Péter lányának barátja, Tarsoly Csaba titkára, előkerült, hogy Matolcsi György személyügyi igazgatója a Nemzeti Bankban, Polt Péter felesége. Ezek hol függenek össze a Questor ügye közvetlenül? Én nem szeretem az apák és fiúk politikai történeteket általában. Nekem volt ebben részem, hogy a feleségem nagyapja miatt én nagyon-nagyon-nagyon sok kritikát kaptam, ami aztán végképp nagyon kevés köszön volt. De hát legyünk normálisak, hogyha az ön lánya, nagylánya mondjuk valakivel együtt él, hát nyilván előkerülnek az asztalnál azok a kérdések, ami a leendőbeli vejét mondjuk foglalkoztatják. Egy ilyen ügyben az az igazi dilemma, hogy mondjuk az ügyészségnek az a kéthetes teszetoszasága késlekedése, ez kapcsolatban állja azzal, hogy hát egy nagyon erős személyes családi kapcsolat volt. Ebben az értelemben érdemes ezt a kérdést feltenni a legfőbb ügyésznek, érdemes őt meginvitálni egy parlament bizottság elé. És úgy gondolja, hogy a Nemzeti Bank felügyeleti funkcióját hátráltathatta az, hogy Polt Péter felesége Matolcsi György bizalmasa? Ön pontosan kérdez, hátráltathatta. Nem tudjuk, hogy igen. Ha normálisak, erős tartások az emberek, akkor nem, akkor képesek széllyel választani a magánviszonyaikat a hivatali viszonyaiktól, de hát láttunk már azért karonvarjút, van, amikor ez nem működik, és szerintem meg nekünk jogunk van azt igényelni a közszolgáktól, hogy személyes kapcsolataiktól függetlenül végezzék el a feladatukat. De csúnya árnyékot vet erre az egész eljárásra, ezért, hogyha itt valakik azt mondják, hogy legalábbis kérdések vetődnek fel, az én szerintem nem tisztességtelen, tisztességesen meg kell válaszolni. Az, hogy Tarsó Csabának volt parlamenti belépője, speciál pont a miniszterelnökségtől, ahol korábban Szijjártó Péter dolgozott, ez bizonyít bármit is? Mert most ugye az ellenzék oldalán ez mint valamiféle döntő bizonyíték került elő egy ügyben, ebben a Questor ügyben. Kinek adunk parlamenti belépőt? Nagyjából két feltételnek kell teljesülnie, gondolom én. Az egyik, hogy szoros kapcsolatban álljon a kormányzattal, olyan bizalmi viszony legyen. Kettő, hogy ez egy rendkívül sűrű kapcsolattartást feltételez. Ha valaki egyszerűen el hozzám egy évben, annak nem adok parlamenti belépőt. Hát egy telefonba kerül egyébként, a nézők nem tudom, hogy tudják-e. A titkárságról leszólnak. És akkor ennyi a történet. Annak adok belépőt, aki nagyon sokszor jön én hozzám, érdemesebb végigmenni azon a procedúrán, ami kiállítanak egy ilyen kártyát, mint hogy egyszer-egyszer leszólni. Szóval azt feltételezhetjük, hogy Tarsoly Csabának bizalmas és rendkívül sűrű kapcsolattartást igénylő kapcsolata volt a miniszterelnökséggel, vagy a miniszterelnökkel. Ha ez így van,
akkor ezt meg kell magyaráznom, hogy miért. Ön idejében jelentett az valamit konkrétan, hogyha egy gazdasági vezetőnek valamiféle parlamenti belépője vagy bejárása volt a miniszterelnökségre? Jelent az többet annál, mint hogy egy nagyon fontos gazdasági potentát? Abszolút. Én egyetlen egy gazdasági vezetővel tárgyaltam viszonylag sokat. A MOL elnök vezérigazgatójával, Hernádi Zsolttal, mert hogy az orosz-magyar gáz és olajügyben elképesztően sok egyeztetés volt, ment a Nabukkó, ment a déli áramlat, de nem kapott az én emlékeim szerint, vagy én biztosan nem tudok róla, hogy kapott volna Hernádi Zsolt tőlünk belépőt, csak azért, mert havi-kéthavi rendszerességgel meglátogatott engem személy szerint. Nincs is erre szükség, de hát persze, hogyha én úgy kérdezem, hogy perdöntő bizonyítéke bármire, akkor azt mondom, hogy nem. Itt az az igazi kérdés, van-e itt csalárdság, elloptak-e, elsikkasztottak-e, elcsartak-e pénzt? Erős ugyanunk, hogy igen. Kettő, hogy ezt megtehették, és ilyen sokáig feltáratlan maradt, abban van-e állami kormányzati felelősség? Nekem az a gyanom, hogy igen, hát itt valakit nem tették jól a dolgokat, hát nem lehet 150 milliárd forintnyi fedezetlen kötvényt engedély nélkül kibocsátani úgy, hogy nem tud róla a felügyeleti hatóság, és ezt nem veszi észre. Azt mondta Orbán Viktor kritizálva, hogy egy miniszterelnök nem a minisztériumok vezetője, neki egészen más a dolga, tehát egy miniszter helyett nem kell döntenie a minisztériumok pénzügyéről, azt majd az adott miniszter döntse el. Na de, hogyha információja van arról, hogy egy ország gazdasági problémákat okozó nagyvállalatában különféle problémák vannak, és lehet, hogy Tarsó Csabától erre volt információja, akkor nem dolga? Ugye nagyon kényes a helyzet, és én próbálok tisztességes maradni minden kritikám ellenére a miniszterelnökkel. Ráadásul tudja, hogyha itt pánikot kelt maga a miniszterelnök, akkor előbb-utóbb őt fogják elővenni, hogy mindenki jól a bankba is veszi ki a pénzét. De hogy ha nem is feltétlen neki, de az ő megbízásából, kérésére a pénzügyekkel foglalkozó miniszter Varga Mihály, vagy a jegybanknak az elnöke, mikor már túl vagyunk három csődön éveleje óta, akkor még a Questor ügy előtt azt mondja valamelyik felelős kormányzati tényező, hogy nézzék emberek, ez egy veszélyes szakma. Önök nehezen keresték a pénzüket, hogyan mondják? Keményen dolgozó kis emberek? Keményen dolgozó kis emberek. Hát, hogyha önöknek van egy kis megtakarítása, figyeljenek oda általában, nem egyik vagy másik célra utalva, hogy jó helyen van-e a pénzük, körülnéztek-e, mert hát pontosan gondolom, tudom, hogy bocsánat, 1-2 millió forint vagy 100 ezer forint, igen sok lehet egy háztartásban. Na most ezt nem tették meg. De hát, ezért ha megteszi, gondolom, ugye az Erste Banknál elterjedt egy szinte törvényszerűen ilyenkor jönnek a jól értesültek, pillanatok alatt sorok alakultak ki azokban a városokban, ahol ezt a hírt komolyan vették, és ahol ezek a hírek véletőleg kipattantak be fogalmam, úgyhogy honnan származtak. De most ezt egy miniszter mondja el, vagy egy miniszterelnök mondja el, akkor országos pánik alakulhat ki. Igen, erre mondom, hogy óvatosnak kell lenni, és körül kell nézni. De tudták-e? Ugye azt se tudjuk, hogy mikortól tudják. Minden információ másról szól. Olyan kormányülésről hallunk, ami hivatalosan nem is volt. Olyan kormányüléssel kapcsolatban mondja el Lázár János, hogy döntés született, amire Orbán Viktor azt mondja, hogy ó nem, hát két héttel hamarabb döntöttem. Tehát igazán fogalmunk nincsen róla, hogy hogy zajlott ez. Vagy legalábbis kívülről így tűnik. Vagy nem szóval tudjuk. Ugye azt szoktuk mondani, hogy nem zörög a harat, ha nem fújja a szélit. Ebben olyan sok ellentmondás van ebben a történetben. Vannak véletlenek. Én is keveredtem időnként olyan ügyben, amikor csak néztem, te jóságos Isten, ezekből az információkból arra következtetni, amire éppen a kritikusaim következtettek, hát ez mondjam, élénk fantáziára vagy rossz hiszeműségre van. Itt inkább az a probléma, hogy ahogyan ön teszi fel egymás után a kérdéseket, most már a nem tudom, hatodikat, hetediket, mindig van egy újabb és újabb momentum. Ezek így együtt szerintem megalapozottan keltik azt az érzést, hogy bizony Questor kormánya van Magyarországnak, és nagyon reméljük, hogy ez nem csak, hogy az első és az utolsó, hanem hogy az lenne a jó, ha nem bizonyosodnának be ezek a feltételezések, hogy itt a kormány sajnos nyakig benne van abban, hogy vagy 100 000 emberrel fogja veszíteni, vagy elveszíteni a pénzét. Az mennyire komolyan vehető az LMP-s javaslat, amit állítólag ma beterjesztenek, hogy a kormánytagok is vagyonukkal feleljenek a Questor ügy végkimeneteléig az ügyért? Hát, hogy mondjam, kicsikét féltékenyen olvastam az LMP-nek a nyilatkozatát, mert pénteken nekünk volt egy ilyen háromnapos elnökségi ülésünk, ugyanúgy döntöttünk mi magunk is, hogy majd hétfőn, azaz ma Varjú Laci mondja el a parlamentbe. Nézze, én ezt a törvényt nagyon nem szeretem, és nem azért, mert hogy az emberek sokasága nem kíván egyébként elégtétel, de hát képzelje el, egészen biztosan felelős lehet mindenki az elmúlt 10 évben, aki megfordult a Questornál, hát nem tudjuk.
De hogyha ilyen bátor a kormány most, hozzáteszem, zárulhatna a vagyonát e törvény nélkül is, akkor az biztos, hogy itt nem csak, hogy mondjam, nekik van felelősségük, hanem azoknak az állami döntéshozóknak is, akik nem vették észre, hogy itt mi zajlik. Hát, hogyha felelősek a kvesztorban lévő emberek, akkor bizony felelősek az állami emberek is. Hozzáteszem, ez minden bizonyal egy ilyen javaslat csak arra jó, hogy rávilágítson ennek az ellentmondásosságára, tarthatatlanságára, szerintem egyébként alkotmányellenességére is. Egy másik is, de hát én nem is vettem komolyan, amikor első olvasatban vadászat. Láttam a vadászatot. Azt gondoltam, hogy ez valami hírcsárda. Ez komoly ötlet? Nem, jól, szóval jól fordította le ezt a történetet. A politikában veszélyes fegyver az irónia, mert sokszor nem értik, hogy van egy második jelentése a szövegnek. Itt kifejezetten arra akar rávilágítani a javaslattevő DK-s politikus, hogy hát kérem szépen, hogyha baj van azzal is, hogy mi nem menjünk vasárnap vásárolni, mert hogy ez a család életét tönkre teheti, akkor mennyivel jobb, hogy a férje, az édesapa az egymagában elmegy vadászni egész napra. Hát semmivel nem jobb. Tényleg a gyerekeim rágták a fülemet, hogy csináljak nekik vargabélest. Tud? Hát persze. Hát miért? Persze, én nem tudom. Persze. Nekem persze. Rághatnák a fülem. És tényleg iszonyatos erőfeszítésbe került vasárnap réteslapot szerezni ebben a városban. Túróm az volt, meg cérdemet éltem, nem volt réteslapom. Na most miért kell én velem ezt csinálni, hogy három boltba kell elrohannom azért, mert a gyerekeim rágják a fülemet egy Varga Bélyesért? Nem értem. Na hát erre akar rávilágítani ez a javaslat, hogy nem kell belebeszélni a mi életünkbe. Hagyjanak bennünket élni nyugodtan. A kormánynak nem az a dolga, hogy átneveljen bennünket. Egy ilyen európai világot, országot szeretnénk. Én ezt képviselem ebben a dologban. Azzal kezdtem, hogy komolyan veszi ezt a 16-os előrehozott választást. Ha azt mondja, hogy még azt is el tudja képzelni, hogy 15. Van abban az állapotban ma az ellenzék, hogy egy ilyen választásnak neki tudna menni? Múlt héten csütörtökön az LMP-vel kiegészülő, ami egészen ritka, leültek az ellenzéki pártok vezetői. Hát nem is tudom, mikor utoljára. Én az ilyentől mindig félek egy kicsikét. Ön is ott volt? Igen. Meg Siffer András is? Igen, igen. Ez egy érdekes beszélgetés lehetett. Sőt, előtte két napig Berlinben is közösen voltunk egy konferencián az Andrással, őt is, engem is, meg Tóbiás Jóskát is meghívták, és sokat beszélgettünk. Lényegesen kellemesebb, jobb hangulatban, bár egy kicsikét zrikáltam, hogyha annak idején engem följelentettél, András, a Sukor ügyben, akkor most ne jogászkodjál nekem, ami a Questor ügyben van, az 12-szer akkora történet, de nagyon normális volt. Na, azt akarom mondani a nézőknek, hogy engem is meglepett, be kell önnek valljam, hogy liberálisoktól PM-ig és akkor együttig bezárólag, milyen elképesztően, normálisan, együttműködően, pozitívan beszélgettek az én kollégáim. Egyedüli volt miniszterelnökként, úgy néztem rájuk, hogy ha velük kéne együtt dolgoznom egy kormányon, akkor tudnék-e. És az volt az érzésem, hogy lehetne ezekkel a hölgyekkel, urakkal együtt dolgozni. Dacára annak, hogy nyilván vannak politikai viták, elképesztő emberi, normális, komoly hangon csinálták a dolgokat. Azt tudja, hogy amit most mondott, az ismét mindenféle elméletek faricsálására ad alkalmat. Ajaj, mit mondtam? Együtt dolgozna a kormányban ezekkel az emberekkel. De... Milyen funkciót látnál abban a kormányban? Menjünk elébe a találgatásoknak. Igen. Sokszor elmondtam, ebben nem változott a véleményem. Nyilván tanulva a 14 előtti nagyon hosszú egyeztetésekből, szerintem most is együttműködés lesz előbb-utóbb, egy higgadtabb módon megkonstruálva. Az lesz majd a miniszterelnök, akinek legjobb esélye van nyerni. Ebben nekem ilyen túláradó ambícióim azért nincsenek. Akkor majd megnézzük, hogy ki a legesélyesebb. És ez az ellenzék ma le tudja győzni a Jobbikot? Most nem is a Fideszt kérdezem. Az ugye a folyamatos húzakodás és birkózás, de itt van a Jobbik, amely ma erősebbnek látszik őszintén szólva. Az utolsó mérések alapján a Jobbiknak 18% van, 1,3 millió embere, és mondjuk ugye az összefogás pártjának pont ugyanannyi. Nem gondolom, hogy Magyarország, amikor választani kell, kelet és nyugat között Európát választaná, velünk Európát választja, a Jobbikkal pedig keletet. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, várjuk máskor is. Szépen.